Különleges élményben lehet része mindazoknak, akik felkeresik az Ungvári vár mellett található hungarológiát. Az elkövetkező két hétben a központ ad otthont egy tehetséges kárpátaljai iparművész egyedi technikával készült alkotásainak. Az ide látogatót gyapjú tűzdeléses technikával készült színes csendéletek, tájképek, virágkompozíciók fogadják. Mivel tanári pályán, művészpályán voltam 17 évig, ezért sok kiállítást szerveztem a diákjaimnak. Most egy kicsit saját kiállításra fokuszáltam, egy egyedi tárlat, azt mondhatom, mert a nemest próbáltam újjá gondolni, ilyen több színű, több réteggel előadni új képeket, megformálni csendéleteket, tájképeket. Jelenleg 30 képet tudunk megtekinteni, de folyamatban vannak más hasonló technikájú képek. Az illetet mindig a természetbe gyűjtöm, kora tavasszal, vagy nyáron, vagy a aranyőszkor. Megihlet a természet, a virágok, a fák. Próbálom a családom kárára, hogy ne menjen ez a foglalkozás, akkor szánok rá időt, amikor egyedül elvonulok, minden elcsendesedik, és nyugodt környezetbe tudok alkotni. Minden kép egy külön történet számomra, a megalkotása nem vesz el sok időt, van, ami hamarabb elkészül, van, amire néha-néha rá kell dolgozni, de általában egy leheleten, egy ihleten próbálom őket megalkotni. Az egyedi alkotások a szemlélőkből kivétel nélkül pozitív gondolatokat váltottak ki. Mint elmondták, jól esik kiszakadni a hétköznapok szürkeségéből, egy ilyen kiállítás pedig éppen megfelelő erre. Nagyon szép ez a kiállítás, tetszik ez a gyapjú tűzdeléses technika, olyan, először a virágokat láttam, és emiatt a gyapjú tűzdelés miatt olyan, mintha a szirmokat is látná, tehát a szirmoknak a kis erezetét, és utána megláttam a tájképeket is, ez a kedvencem, a hegy alatti virágos mező, itt van tájkép is és virág is, ez olyan, ahogy megláttam, úgy beleszerettem, ez olyan, amit úgy elnézegetnék a szobámban ülve a falon, úgyhogy ez nagyon tetszik. Igyekszem is megragadni minden lehetőséget, hogy elmenjünk néha, most ugye a nagylányommal vagyunk itt, hogy elmenjünk olyan helyekre, ahol egy kicsit elszakadhatunk a napi hírektől, vagy ettől a nyomott hangulattól, és ez a kiállítás, ezek a képek tökéletesen alkalmasak arra, hogy egy kicsit kimozduljunk a szürkeségből. Az Ungvári Hungarológiai Központ arra törekszik, hogy Kárpátalján megőrizze a magyar nyelvet és kultúrát. Szívesen adnak otthont a magyarság megmaradását szolgáló előadásoknak, könyvbemutatóknak, kiállításoknak. Októberben ünnepeltük 35. évfordulónkat, fennállásunknak 35. évfordulóját, és örömmel mondhatom, hogy valóban rengeteg esemény történt azóta a központ életében, rendezvények, kiállítások, tudományos konferenciák, amelyeknek mi szolgáltunk helyszínül, mi adtunk helyszínt nagy örömünkre. Tehát itt könyvbemutatókról beszélhetünk, kiállításokról, konferenciákról, jelen esetben pedig, mint például ma, Néger Krisztina művésznőnek a tárlatát tekinthettük meg, ezt nyitottuk meg. És mint ezt már többször elmondtuk, hogy a Hungarológiai Központ nem csak, és ezt az nem csakot idézőjelben mondom, hogy nem csak tudománnyal foglalkozik, hanem a kultúrával is. Ezért nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy központi szerepet játszunk Kárpátalja Ungvár kulturális életében, és mi ehhez nagyon szívesen járulunk hozzá. A tárlat megálmodója, Néger Krisztina azt vallja, hogy a legegyszerűbb dolgokban is keresni kell a szépet, a pozitív inspirációt. Az ő esetében ez szülőföldje, Kárpátalja és a táj iránt érzett szeretete.